A 400 ezer embert foglalkoztató turizmus kiemelt ágazat, ezer fejlesztés van folyamatban, mondta el Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója a Fidesz szombathelyi sajtótájékoztatóján. A növekedés évek óta 10 körüli, amelyből szombathely is részesedhet. A termálfürdő mellett egy nagyobb kapacitású szálloda épül, Balázsi Péter polgármester jelölt arról beszélt, hogy pályázati forrásból korszerűsítenék a tó és a termálfürdőt, az uszoda bővítésére pedig már elkészültek az engedélyes tervek. A szavária szálló 2-3 milliárd forintra becsült felújításához kormányzati támogatásra kapott ígéretet a város, mihelyt az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerül. Működtetése azonban a magánszféra feladata lesz. Újságírói kérdésre hozzátette, Mielőbbi megegyezésre törekszik a Romkert területének tulajdonosával, az Egyházmegyével, hogy megépülhessen a helytartói palota rekonstruált épülete, és a római mozaik visszakerüljön eredeti helyére. Hende Csaba országgyűlési képviselő a turisztikai fejlesztések munkahelyteremtő hatását, és azt említette, hogy jövőre elindul a turisztikai képzés az egyetemen.